Van valami a mostani akciófilmekben, amivel egyszerűen képtelenség azonosulni. Nem, nem valami. Igazából elég sok időm volt gondolkodni a vetítés után, és rájöttem, mitől különleges a John Wick receptje. Két ok miatt. Egyfelől a John Wick szakította most uralkodó akciósztár receptekkel. John Wick figurája nagyjából annyira emberi, mint John McClane vagy Indiana Jones, az a fajta hős, aki koszos lesz, ha bemászik a szellőzőbe vagy megfürtik a pocsolyában, és nem olyan mértanilag megszerkesztett koszfoltokról beszélek, ami után lazán lehet modellt állni vízvezetékszerelőként egy női naptárba, hanem olyan szakadt, csimbókos hajú fickóról, akin a nyakkendő azért mindig a mértani középen van. Ebben a rokonszenvben nyilván szerepe van annak is, hogy a legtöbb hajmeresztő jelenetet Keanu Reeves adja elő egy szemében, de szerintem az is sokat hozzátesz a befogadhatósághoz, hogy a film nem tolja túl magát addig, hogy önmaga paródiája legyen. Tudjátok, az a fajta film, amin azért szórakozunk, mert már annyira rossz. Hozzátenném, ez a világ legócskább érve. Szóval a John Wick részben azért jó, mert visszahozza a régi akciófilmek hangulatát a most uralkodó... Inkább nem nevesítem mik helyett. Másfelől, mert kifejezetten egy konkrét stílust élesztett fel, ez pedig a Steven Seagal életmű. Lehet, hogy most egyesek felhorkannak, de közelítsük meg így. A visszavonult profit arra kényszerítik, hogy újra azt csinálja, ami ez a legjobban ért. Rengeteg lövöldözés és rengeteg látványosan koreografált bunyó formájában. Persze lehetne említeni Chuck Norris-t is, ám szerintem jobban illik ez a recept Steven Seagalra. Az ő filmjei gyakorlatilag egyszerre fették le a 90-es évek akciófilmjeit, és tették azt röhelyessé, hogyan múltak az évek, és kezdett a harc művész úr kikerekedni, plusz egyre feltűnőbb lett, hogy ugyanazokat a figurákat alakítja évről évre. Seagal eltűnt, de vele együtt a műfa is, pedig a látványos és nem torkalapácsával lezavart verekedésekre ugyanúgy kimutatható igény van, mint régen. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a Raid filmek sikere. John Wick tudatosan vagy anélkül, de feltámasztotta az akciófilmek régen elfeledett műfaját. Őszinte leszek, ennek ellenére az első rész nekem nem jött be. Nem véletlen, hogy mindig a lakásban lövöldözős részt mutatják, ha szóba kerül a film, mivel nagyjából az volt az egyetlen kiemelkedő pillanat az egész halott kutya utáni vendetta mozinak. A folytatásra valószínűleg az volt a vezérgondolat, hogy azt a jelenetet fogják elhúzni egy teljes filmre, ez pedig a legtökéletesebb döntés volt, ami az alkotók fejében megfogalhatott. Mindenki maradt a helyén, író, rendező, szereplő, mindenki. A sztori annyi, hogy John Wick még mindig szeretne visszavonulni és nyalogatni a sebeit, de valaki emlékezteti egy régi tartozására, amit éppen most tart aktuálisnak bevasalni, ráadásul a fickó van olyan aljas, hogy hátba támadja Wicket. Na körülbelül innentől szabadul el a film, ami a játékidő nagyjából 30. perce, és onnantól olyan akcióorgiát kapunk a hátralévő bő másfél órában, hogy az agyatokat eldobjátok. Őszintén mondom, hogy a XXX legjobb pillanataiban nem volt negyed annyira izgalmas sem, mint itt bármelyik közkatona seggének szétrugása. Félelmetes, mi mindent bevállalt az idén 53 éves Keanu Reeves a film kedvéért. A John Wick 2 konkrétan arról szól, hogy az ember az állát letegye, ez a színész mire képes. A mozdulatai teljesen természetesek, ahogyan a fegyverhasználat is. Aki követte a film születését, felteszem látta, hogyan gyúrt a szerepre. Aki pedig nem, nézze meg Reeves-t a lőtéren. Szédületes látvány. Ráadásul egy rövidke mellékszerepereig előrángatták Lawrence Fishburne-t, úgyhogy a Matrix óta először játszik együtt Neo és Morpheus. Lesznek is áthallások is abban a párbeszédben, tessék csak figyelni. Fú, és az a jelenet, amikor Vickre mérik az öltönyt és válogat a fegyverek között. Szegény James Bond, te mikor leszel ilyen menő? A John Wick 2 minden téren előrelépés elődjéhez képest. A történetet nem gondolták túl, párbeszédből is pont annyi van, hogy ne érezzük azt, hogy néma filmet nézünk, amúgy meg a film eleget tesz a 18-as karikának, és olyan fékevesztett bosszút kapunk, hogy nem fogunk megállni a lábunkon. John Wick haragjához képest egy zombi járvány szinte feloldozás. Ez pedig olyan érv, ami nem egyszerűen kötelező látni valóvá, de egyenesen moziban nézőssé teszi a John Wick 2-t. Két dolgot azonban muszáj kihangsúlyozni, mert nem árt tudni a film előtt, főleg a hölgyeknek. Az egyik, hogy ebben a filmben nem lesz semmi, amit a hölgy szívek szemek várnának. Romantikus szál, Keanu Reeves félmeztelenül vagy ilyesmi, semmi. Csak mészárlás és szakadatlan bunyó prémium kivitelben. A mellettem ülő hölgyek sérelmezték is, hogy ezt az ökörséget, miközben én perverz vigyorral a fejemben fogadtam be a John Wick 2 minden képkockáját. A másik, hogy a szép lelkek tényleg óvatosan közelítsenek, mert helyenként tényleg elég véres a film, különösen amikor látjuk Wick hányféleképpen tud megölni embereket egyetlen ceruzával. A John Wick 2 tehát kötelező, nem erősen ajánlott, de mindenki számára kötelező. Nem veszi komolyan magát, aki ismeri a műfajt, annak néhol megmosolyogtató, de sosem nézi hülyének a nézőt, és nem olcsó vásári megoldásokkal próbál szórakoztatni, hanem azzal, amire Reeves egyébként is képes, az pedig higgyétek el, nem semmi. Sziasztok!